Mit kezdtek egyébként, most az mindkettőtöknek szól, hogy mit kezdtek ezekkel a skatujákkal, mert sztereotípiákkal, ami berakott egy pozícióba, vagy csináltál valamit egy darabig, és utána pedig egy egész más dolgot kezdesz felcsinálni, és azt úgy hirtelen nehéz elfogadtatni időnként a környezettel, meg a kliensekkel, meg az emberekkel. Mert ezt hogy tudjátok így kezelni? Jó, tehát én, ahogy az előbb is említettem, előjönnek ezek a régi beidegződések, főleg, hogyha az embernek a hálózati, szociális hálója az nagy részt azokból a területekből van, ahol régen tevékenykedett, akkor nagyon nehéz kimozdulni ezekből a skatujázásokból, ugye, hogy te egy jó termelés irányítási szakértő vagy, te egy jó informatikai vezető vagy. És arra jöttem rá, illetve azt idéztem föl, amit a 90-es évek végén láttam, hogy azt fogok tanultam, hogy az ember, amikor fejlődik és megy előre az úton, mindig föl kell készülnie arra, hogy váltástól következzen az életében. Tehát amikor elkezd az ember vezetőként működni, akkor azzal együtt, hogy fejleszti a csapatát, építi fel az egész csapatot maga alatt, és helyetteseket képez, életutakat indít el, karrierpályákat festi a kollégáknak, elő kell készíteni a saját magának a leváltását is úgymond. Ha másért nem azért, mert ha előrébb akar lépni, akkor az bizony valakinek ott kell hagyni azt a pozíciót. És ha erre az ember tudatosan készül, és nagyon jól marketingeli ezt a dolgot, akkor ezek a skatulyák valószínűleg nem lesznek annyira élesek, illetve nem lesznek annyira behatárolók, mint akkor, hogyha így ugrál az egyik pozícióval a másikba, és közben nem kommunikálja kifelé, hogy gyerekek, én arra készülök, hogy én elvégzek egy ilyen tanfolyamot, és ettől én nagyon jó ilyen, mondjuk egy kurs leszek, vagy egy vezető szakember leszek. Tehát nagyon fontos, én azt érzem, hogy folyamatosan kommunikáljuk, tartsuk képbe az egész szociális hálókat arról, hogy mire készülünk, hogy készülünk erre, és miért vagyunk mi nagyon jó erre az új szerepre, az új pályára. És én inkább így tovább megyek. Tehát én nem tudok megragadni egy ilyen területen, tehát én nem tudom, hogy ez annyira jelentő lenne rám. Én arra emlékszem, hogy amikor 10-12 évvel azért asszisztensi logisztikai pozícióba csatlakoztam, akkor így az én főnököm meg is meg úgy a környezetemnek mondtam, hogy nekem cégem lesz. Mert kellőképpen meg is kaptam a biztatást volna. Hány olyan ember volt, akitől hasonlókat hallottatok? Hányan mondták azt, hogy hogyan már hagyjál már? Hány ilyen kerékötök volt? Hogy lehet ezt kezelni? Az első és legnagyobb kerékötök az embernek a családja. Amikor már a gyereknek az édesanyja azt mondja, hogy a fiam, ne viccelj, ha már nehogy már. Tehát innen indulunk. Természetesen egyetek kerékötő van, de szerintem ezeket nem lehet oldani. A családok nagyon nehéz. Tehát a családi
nagyon beidegződéseket, én találkoztam olyan fiatalokkal, akiknek teljesen egyértelműen a szülői állhatás miatt maradt abban a helyzetben, és nem is tudom, hogy tudom azt tudni. Tehát ezt mindenki tudja, mindegy, hogy minden családba születünk, ez a szerencse része. De most így végig gondoltam, ez valamire igaz, az én esetem is, hogy a család, mert hiszen amikor ugye egy informatikus az egy olyan igazi szakma. Vezető az már annyira nem, azért már voltak kérdőjelek, de amikor azt mondtam, hogy egy emberek akarok foglalkozni, hogy emberek kócsnak, még mit csinálok kócsnak, embereket segít minden oda, hogy ja, lesz foglalkozni, bár van neked rendes szakmán, miért nem csinálod? Menjél aztán telepítsen a Windows-t a számítógépet. És ezek nagyon, nagyon nehéz kérdések. Tehát, hogy tudja elmondani az ember azt, hogy amit belülről éreztük, hogy neki ez a hivatása, az úgy eladni a többieknek, hogy meglássák benne azt, hogy ez lehetőség, lássák azt, hogy ez egy valódi szakma, vagy tényleg egy munka, tehát nem egy kis dolog. És ezt az egészet utána úgy is csinálja, mert körülbelül azt mondják, hogy mondani, hogy ha látod, én megmondtam. Tehát ha már az ember ezt így elhatározza, akkor ha másért nem, az a motiváció, hogy ezek a kerékötőknek felüzdanítsam, hogy nem akarok én ezt jól csinálom, meg is érek belőle, sikeres is vagyok, el lesz egy kihívás, ez az egész. Igen, akkor a család motiválhat is természetesen, nem csak a család. De tényleg, szóval nézzük az orvos családokat a generációkon keresztül, tehát azért nagyon sok olyan ügyvéd családokat generáción keresztül, tehát ez egy motiváció is. Több mint 10 éve azt tanulásokat a ifjúságnak, meg adott az előadásokat, illetve hát jász kiállításról, így a helyi keresőről is szóval. Miket szoktál mondani a fiataloknak? Miket szoktál javasolni nekik, hogy válasszanak, merre menjenek? Ahhoz, hogy én tanácsokat tudok adni, és egyáltalán bármit tudjak nyújtani neki, ahhoz nekem először kapnom kell. Tehát azt tudom továbbadni, amit én kapok. Tehát először is én begyűjtöm a HR-esektől, és legyőbb szakemberektől azt a tudás, ami bennünk van. Ezért általában rengeteget szoktam beszélgetni velük, tapasztalatokról, fiatalokkal, jelentkezőkkel kapcsolatos tapasztalatokról, és ezt tudom én továbbadni nekik. Tehát semmi varázslatot nem tudok magamtól, csak azt, amit én is kapok. Hogy mit tudom mondani a fiataloknak, főleg most mit tudok nekik mondani? Hát nem könnyű. Egyrészt nem könnyű azért, mert rengetegféle végzettséggel rendelkeznek. Tehát teljesen kaotikus az a felsőoktatási rendszer, ami volt. Na, mert amit most van, az már aztán teljesen. Tehát, és ebben ezt a rendszert valahogy nekik valahogy ezzel kell tanulózni. És amikor ők eldöntik, hogy valamilyen végzettséget szereznek, nagyon kevés az a fiatal, aki végig gondolja azt, hogy mit fog kezdeni ezzel a diplomával, ezzel a végzettséggel. Tehát a tudatos pályatervezés az ritka, mint a fehér holló Magyarországon. Ez megint csak a családok tudom dolgozni, sajnos, mert ez minden abból ered. Nagyon nagy szükség lehet arra, hogy tényleg a családok a gyerekeket tudják készíteni a pályaválasztásra magára, és hogy egyáltalán az álmunkat és a valóságot valahogy meg kicsit közel hozni. Azt szoktam mondani különben, hogy teljesen mindegy, milyen diplomád van, hogy mi végeztél, keresd meg, hogy mivel szeretnél foglalkozni, és indulj el felé. Ezt szokott lenne a falat, innen szoknak elkezdeni.